Hatodik évad, első rész. Japán ki, páncélvadász. A korábbi évadok japán páncélosairól szóló részeiben már említésre került, hogy a nagy japán birodalom rendkívül gyors ütemű fejlődése révén a 20. század fordulójára Ázsia egyetlen független nagy hatalmává vált, amely a kontinensen egyedüliként többféle harckocsit fejlesztett és sorozatban gyártott. E típusok közé tartozott a 7,4 tonnás 95-ös típusú hagó könnyű harckocsi, amely 1936-ban megjelenésekor világszinten is modern páncélosnak számított 37 mm-es páncéltörő és dízelmotorjával, azonban a japánok túlságosan sokáig ragaszkodtak a kis és könnyű harckocsikhoz amíg a világ többi részén a kétüléses, 5 tonna alatti kis harckocsik gyártásával az évtized végére leálltak és a meglévő típusokat leselejtezték, Japánban 1938-ban indult be egy új kis harckocsi, a 97-es típusú teke sorozatgyártása. A problémát tovább súlyosbította a birodalom korlátozott ipari kapacitása. A második világháború kirobbanását követően a japánok a teljesen új harckocsik helyett meglévőket igyekeztek tovább fejleszteni, megtartva azok korlátait. Ennek keretében jelentek meg az 1942-43 során gyártott 98-as típusú Kenny, majd a még 1945-ben is épített kettes típusú Ketto, de mindkettő a hagó leváltására épített páncélos közel azonos tömeggel és egy 37 mm-es páncéltörő rendelkezett. Ez a háború kezdetén még kevésbé jelentett gondot, mert Ázsia legtöbb országa egyáltalán nem rendelkezett harckocsikkal, illetve páncéltörőövegekkel, és az európai gyarmatok is csupán kis számú, elavult, szinte kizárólag géppuskákkal felszerelt könnyű harckocsit tartottak hadrendben, amikor viszont a háború második felében Ázsiában is megjelentek az új amerikai és szovjet páncélosok, a japán harckocsik könnyű prédának bizonyultak. A második világháborút követően a többi vesztes országhoz hasonlóan Japánt is megszállták. A kialakuló hidegháborúban azonban az egyetlen megszálló Amerikai Egyesült Államok értékes szövetséges látott az ázsiai országban. 1946-ban az amerikaiak még perbefogták az elfogott japán háborús főbűnösöket, de a politikai vagy katonai okokból értékes személyeket köztük a Nankingi mészárlás elkövetői, illetve a retteget 731-es alakulat vezetői nem kerültek bíróság elé, a háború alatt megszállt Kínában elkövetett háborús bűnöket nem büntették, és az 1950-es évekre a még börtönbüntetésüket töltő tisztek túlnyomó részét is szabadon engedték. A japán hadsereg és azon belül a harcjárművek terén hasonlóan éles fordulat történt. A II. világháborút követően a megszálló amerikaiak feloszlatták a japán hadsereget, de 1950-ben újra felállítottak egy félhivatalos haderőt, amelynek létszámát két évvel később 110.000 főre növelték, és újra alapították a haditengerészetet is, 1954-ben pedig hivatalosan is megszületett az új japán hadsereg, a Jetai, azaz japán önvédelmi haderő. E hadsereget kezdetben amerikai M24 Chefi könnyű és M4 Sherman közepes harckocsikkal szerelték fel, de az ázsiai országban azonnal megkezdődött egy új japán páncélos tervezése is. Az amerikai Egyesült Államok ebből a célból az 1950-es évek közepén átadott egy második világháborús M36 típusú páncélvadást, amelyből kiindulva a japánok megalkották saját páncélosukat, a 61-es típust. A második világháború végére az amerikai stratégiai bombázások következtében a japáni ipar gyakorlatilag megsemmisült, amely a másfél évtizedes hiátussal együtt azt eredményezte, hogy az új harckocsi gyártásához mindent az alapoktól kellett újra kezdeni. A 61-es típust egészen 1975-ig gyártották, de a közel másfél évtized alatt mindössze 561-ség készült el, Ráadásul ebből az első tíz év alatt csak 250 darab, mert a gyártás felfuttatása rendkívül elhúzódott. Az első években csupán évi 10, majd 20 darab 61-es típusú páncélos gördült ki a gyárkapun. E problémával a japánok is tisztában voltak, ezért a 61-es típussal párhuzamosan megterveztek egy lényegesen kisebb páncélvadást is, amelyet egyszerűsége révén gyorsan, nagy mennyiségben gyárthattak, kiegészítve az elsődleges páncélost. E harcjármű fejlesztése ugyancsak elhúzódott, de így is a 61-es típus előtt egy évvel 1960-ban állt hadrendbe, emiatt a páncélvadász a Tokujuski, azaz 60-as típus nevet kapta, beceneve Mametan, magyarul szénbriket volt. Az amerikaiak korábban felajánlották Japán számára saját új M59 típusú lánctalpas csapatszállítójukat de a japánok 1956-tól e jármű kategóriában is saját típust fejlesztettek. Ez szintén 1960-ban állt hadrendbe, ezért ugyancsak a 60-as típus nevet kapta, de a külső hasonlóság ellenére a két kortárs harcjárműnek nincsen köze egymáshoz. Eltérő a gyártójuk, a feladatkörük, a befoglaló méreteik, valamint a részegységeik is. A 60-as típussal Japán is beleütközött a harckocsik egyik elsődleges problémájába. Egy kisméretű, könnyű és mérsékelt célos számos feladatkörre megfelel, ugyanakkor az ellenséges harcjárművek megsemmisítéséhez szükség van egy nagy erejű lövegre, csak hogy a nagyobb kaliberű löveg nagyobb méretű és erejű, ami túlságosan megterhelné az apró jármű testet. A második világháború utáni új rekordtartó a francia AMX 13-as lett, amely 13 tonnás tömege ellenére egy 75 mm-es kaliberű löveget hordozott, a japánok azonban egy évtizeddel később már egy még nagyobb kaliberű löveget választottak, mindezt ráadásul mintegy 30%-kal kisebb ösztömeg mellett. A megoldást a hátrasiklás nélküli löveg jelentette a hagyományos lövegek végtelenül leegyszerűsítve egy egyik végén lezárt csövet takarnak, amelyben tüzeléskor a középkori ágyukhoz hasonlóan robbanásszerű égés következik be, de mivel a táguló lőporgázok csak egy irányba távozhatnak, azok a maguk előtt tolják a lövedéket. Ez a rendszer jól működik, de Newton harmadik, hatás-ellenhatás leíró törvénye alapján tüzeléskor ezzel azonos nagyságú, de ellentétes irányú erők hatnak a járműre. A hátrasiklás nélküli löveg ezt a problémát úgy orvosolja, hogy mindkét végén nyitott csövet és lényegesen nagyobb lőportöltetet alkalmaznak, amelynek egy része hátrafelé távozik, ezért a keletkező erőhatások kioltják egymást. Jellemzőik miatt a hátrasiklás nélküli lövegek rendkívül könnyűek és egyszerűek, mivel semmilyen csillapító rendszeren nincsen szükségük, ezért gyakorlatilag bármilyen kisméretű járműre felszerelhetők. Az amerikaiak mások mellett a Willis MB közkeletű nevén Jeep terepjárokon is alkalmazták őket. A japán 60-as típust a hátrasiklás nélküli lövegek köré tervezték e fegyvernél egy harcjárművön az elsődleges problémát a tüzeléskor hátrafelé felcsapó lángoszlop jelentette, ami miatt nem alkalmazhattak hagyományos zárt tarnyot, ezért a főfegyvert egyszerűen a testre építették, a középvonaltól jobbra eltolva. A másik problémát a lassú újratöltés okozta. A hagyományos lövegnél tüzelést követően azonnal megtörténhet az elhasznált lőszerhüvely ürítése, majd új lőszer A hátra siklás nélkül a lövegnél viszont a töltőnek el kell hagynia a harcjárművet, és meg kell várnia, amíg elhalnak a lángok, amit a 60-as típuson egyszerre két löveg használatával orvosoltak. A japán páncélvadász töltője emiatt a parancsnokú bal oldalán a löveggel ellentétes oldalon kapott helyet, amelyhez a járművön belül nem is fér hozzá, viszont a páncélos hátsó részén egy külön ajtót alakítottak ki számára sorozatgyártású páncélosok között abszolút különlegességet jelent a függőlegesen is kitéríthető torony. A harckocsi fegyverzetét és kezelő parancsnok székét egybeépítették a tőle jobbra található lövek keretével, amelyek egy elektrohidraulikus emelő segítségével együtt mozgathatók. Alsó a páncélos elképesztően kis célt mutat, de a lövek kitéríthetősége minimális, mert a tornyot balról és jobbról is körbefogja a járműtest, ezért az egész torony megemelhető a löveggel és a parancsnoki kupolával. A torony főtengeje nem középen, hanem a lövegek alatt található, ezért a tornyot ekkor sem lehetett teljesen körbefordítani, viszont emelt helyzetben a függőleges kitéríthetőség kiemelkedően magas, összesen 35 fokos, ebből lefelé mínusz 20 fokos volt. A lövegek mellett a 60-as típust két darab 12,7 mm-es belövőgéppuskával szerelték fel, amelyeket közvetlenül a lövegcsőre rögzítettek, és ezek a főfegyverhez hasonló balisztikai jellemzőkkel bírtak. A 60-as típus páncélzata minimális volt. Az a 12 mm-es vastagságot sehol nem haladta meg, ezért az eleve csak kézifegyverek találatainak állt ellen, ráadásul felemelt helyzetben egy méretes rés keletkezett a test és a torony között, így bármelyik irányból, köztük egyedülálló módon, szemből is akár egyetlen puskalövés is megölhette a parancsnokot. A harcjármű oldalanként öt közepes méretű futógörgőt és torziósugós felfüggesztést kapott, amelyet egy hideg háborús harckocsik között rendkívül alacsonynak számító, mindössze 150 lóerős erőforrás mozgatott, de az alig 8 tonnás tömeg miatt a jármű így is 45 km per órás végsebességgel rendelkezett. A Tokujus kiharckocsit egyszerűsége ellenére fél évtizeden át fejlesztették, mert a japán döntéshozók több tervezetet is visszautasítottak. A pályázaton eredetileg két cég vett részt. A Komatsu prototípusa az SS1, míg a rivális Mitsubishi modellje az SS2 jelet kapta. Mindkét páncélvadást két darab japán 105 mm-es hátrasiklás nélkülű löveggel és 110 lóerős motorral szerelték. Ezeket a japánok elégtelen tűzerőre hivatkozva nem fogadták el, ezért a hátrasiklás nélküli lövegcsövek számát kettőről négyre növelték, amit ellensúlyozandó 130 lóerőre nőtt a motor teljesítménye, csak hogy a könnyű jármű tetején négy löveg instabilá tette a konstrukciót. Mivel a páncélos más elemeivel is problémák voltak, a sorozatgyártású ss 14 4 változatnál visszatértek a két löveges kialakításra, a motor teljesítményét 150 lóerőre növelték, valamint a japán 105 mm-es hátrasiklás nélküli lövegről átértek az amerikai főfegyverzetre. A 60-as típust 1960-tól egészen 1977-ig építették, azonban a gyártás sebessége e típusnál is minimális, átlagosan évente mindvégig mindössze 15 egység volt. A páncélvadászból összesen három változatot gyártottak, de ezek csak kisebb részletekben különböztek egymástól. A 60 O típusú bázismodellt követő 1967-es 60 B típus frontpáncélzatát minimális mértékben, 16 mm-esre növelték, ezek megismerhetők a rátétpáncélzat csavar kötéséről, míg az utolsó két évben épített 60C típus modernebb, négyhengeres, de a korábbiakhoz hasonlóan 150 lóerős dízelüzemű erőforrást kapott, amitől a végsebessége 55 km per órára nőtt. Az elkészült páncélvadászokat második világháborús elődeikhez hasonlóan a főszigetek védelmére szánták, egy kommunista tömegtámadás megállítására, de a Szovjetunió helyett a kínai népköztársaság ellen. Ilyen támadás soha nem következett be, ezért a 60-as típus nem került bevetésre, a japán kormány pedig tiltotta az összes harcjármű exportját, ezért epán célvadást más országok számára nem értékesítették, ugyanakkor a japánok közel fél évszázadon át egészen 2008-ig üzemeltették. A 60-as típusból nem gyártottak továbbfejlesztett változatokat, azonban egy évtizeddel később Kínában kifejlesztették a VZ-141-es légideszantos harckocsit, amely kísértetiesen hasonlított a 60-as típusra. Valószínűleg annak illegális másolata az összetéveszthetetlen, a szimmetrikus toronnyal és 205 mm-es hátrasiklás nélküli amelyeket a löveg mellett a szovjet Majutka irányított páncéltűrő rakéta helyi HJ-73-as jelű másolatával is felszereltek, ez azonban nem kerül gyártásba. A 60-as típus abszolút egyedi harckocsi, sajátos megoldásai azonban okkal nem terjedtek el, ennek érzékeltetésére viszont egy kis kitérőt kell tegyek. A hadi építésben bizonyos határokon belül a második világháború végéig kizárólag a méret dominált. Minél nagyobb volt az adott hajóosztály, annál erősebb részegységekkel rendelkezett, ugyanakkor áttételesen annál drágább volt, ezért a napóleoni háborúkat követően egyetlen ország sem ért fel a brit birodalom erejéhez. Amikor azonban az 1800-as évek végén elterjedtek az első önjáró torpedók, Ezekre számos országban csoda fegyverekként tekintettek, mert néhány torpedó találat még a legnagyobb csatahajót is el tudta sűjeszteni, és nagyszámú olcsó, potenciálisan feláldozható torpedónaszát tömegtámadása elpusztíthatja a nagyságrendileg drágább csatahajókat is, téve a britek előnyét. Az 1950-es években az amerikai hátrasiklás nélkülő lövegek Mindenek előtt a 60-as típusba is beépített M40-löveget látva számos országban hasonlóképpen gondolkoztak. A korábbi nehéz, nagy erejű lövegekkel szemben az M40-est jóformán bármilyen járműre felszerelhették, azt remélve, hogy e típusok nagy számuk révén képesek lesznek leküzdeni a legerősebb főcsataharckocsikat is. A 60-as típus is ezen elgondolás alapján épült azonban e páncélvadász több megoldatlan problémától szenvedett. A lövegek hatásos lőtávolsága az alacsony kezdősebesség miatt mindössze néhány száz méter volt, miközben a kortárs harckocsiké már meghaladta az egy kilométert, a pontos célzást pedig tovább nehezítette, hogy a lövegek párhuzamosan kerültek beépítésre, ezért egyik sem pontosan a célra mutatott szintén problémát okozott a 60-as típus nevetségesen alacsony, mindössze 8 lőszeres kapacitása, ezért a jármű alkalmatlan volt hosszabb bevetésekre. A löveg töltése éles helyzetben így is életveszélyes volt, mert a töltőnek fizikailag el kellett hagyni a páncélost, bár a jó formán értelmetlen, felső állásban szemből is nyitott torony sem biztosított érdemi védelmet. A 60-as típus egyetlen potenciális előnye, olcsóságából fakadó jelentős száma lehetett volna, a japánok azonban csak minimális mennyiségben gyártották, és mire nagyobb számban hadrendbe állt, már menthetetlenül elavult, ráadásul bár a páncélvadász látszólag ideális légideszantos harckocsi lehetett volna, ez nem szerepelt a célok között. A világ egyetlen hasonló sorozatgyártású páncélosa az amerikai M50 Ontos volt, amely azonban több szempontból is jobb konstrukciónak számított. Négy évvel korábban állt hadrendbe, kettő helyett hat löveget hordozott, kétszeres lőszerkapacitással, páncélzata teljesen zárt volt, erősen megdöntött frontpáncélzattal és nagyobb vízszintes kitéríthetőséggel, ráadásul e típust kizárólag az amerikai tengerészgyalogság használta, elsősorban az ellenséges gyalogság és épített állások, nem pedig harckocsik leküzdésére. A legnagyobb problémát azonban a löveg mögötti hibás, de legalábbis túlságosan optimista elképzelés okozta. A tengeren a torpedónaszádok tömeges megjelenését a nagyhatalmak, így a britek új, torpedók elleni védelemmel felszerelt csatahajókkal, valamint kifejezetten a kisméretű hadihajókat megsemmisíteni képes rombolókkal ellensúlyozták. Hasonlóképpen a főcsataharckocsik új generációjának több rétegű páncézata már képes volt felfogni a hátrasiklás nélküli lövegek találatait, amelyek e páncélosok megsemmisítésére jó formán alkalmatlannak bizonyultak, miközben e harcjárműveket, így a 60-as típust a gépágyukkal felszerelt páncélautók is képesek voltak megsemmisíteni, ezért a hátrasiklás nélküli löveggel felszerelt harcjárművek eltűntek, Pontosabban helyüket egy újabb remélt csodafegyver, az irányított páncéltörő rakéták vették át. A 60-as típust követően a japánok kizárólag általános harckocsikat rendszeresítettek, ez azonban már más évtizedekre tartozik. Én ugyanis mára megköszönöm a figyelmet.